Utolsó útjára kísérték Garas Kálmánt. A magyarok nagyasszonya kápolnában búcsúztatták, majd a református öreg temetőben helyezték örök nyugalomra a kiváló és sokak által tisztelt pedagógust. A búcsúztatásról is láthatnak beszámolót mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Újabb mozgóképes kérdésekkel bővült a járművezetők elméleti vizsgája. Többszörös darts bajnok volt a gimnázium vendége. És érdemes már most előfoglalni a nyári utazásokra. A Cegrédi Városi Televízió pénteki híradóját látják, jó estét kívánok! Utolsó útjára kísérték Garas Kálmánt, a Várkonyi Iskola és a Cegrédi Gimnázium egykori pedagógusát, aki 15 éven át volt a gimnázium magyar nyelv, irodalom és francia szakos tanára. Családja mellett kollégái, tanítványai, tisztelői búcsúztatták ma a magyarok nagyasszonya kápolnában, majd kísérték végső nyughelyéhez a református öreg temetőben. Garas Kálmán nehéz történelmi időszakban kezdte pedagógiai munkásságát, amikor nem volt könnyű helytállni, de a családból hozott erkölcsi tartással és tanáraitól kapott szellemiséggel elveihez mindig hű maradt, és hitéhez is, ami nem csak megmaradt, de egyre erősödött. Milyen ember volt Kálmán? Nem tudom jobban meg, ha azt mondom, hogy nagyon kemény vagy szilárd ember volt. Szilárd. Mit értek én ez alatt? Világnézetében, hozzáteszem, a keresztény világnézetében, hitében, emberségében, erkölcseiben, családjához való viszonyában, és mint tanár is, nagyon szilárd ember volt, biztos talajon állt. Ezt a szilárdságot pedig keresztény hite adta neki, amit ő igaznak ismert meg, akár világnézetben, tanításban vagy erkölcs tekintetében, ahhoz minden körülmény között ragaszkodott, folytatta Kiszel Mihály. Volt tanítványai nevében Sallai Júlia is búcsúzott szeretett pedagógusuktól. Nem vagyok pedagógus szakember, de anyaként és három unokás nagymamaként ma már tudom, mekkora súllyal bírnak a személyiségünk fejlődésében a 10-14 éves korunk során ért hatások. És mi csak hálát adhatunk az égnek, amiért nekünk megadatott, hogy éppen abban a 4 évünkben kaptuk osztályfőnökünknek, Garas Kálmán tanár urat, aki örök kifogástalan megjelenését, őszinte és tiszta emberi kiállását, igényes választékos megnyilvánulásait állítva elénk személyes példaként töltötte velünk a mindennapjainkat. Bántó szó soha nem hagyta el száját, szigorúsága sosem volt öncélú, csak a jót kapták tőle és általa leltek rá saját értékeikre. Sallai Júlia felidézte azt a megható találkozót is, amelyen 2006-ban még tisztelt pedagógusokat köszönthették. Boldoggá tesz, hogy szeretetünket még életében csokorba tudtuk gyűjteni, és hogy át is adhattuk neki anélkül, hogy köztudott szerénységében megzavartuk volna őt ezzel. 2006-ban, azon az emlékezetes februári napon, a gimnázium dísztermében valami olyan dolog történt, amit az ember életében csak egyszer élhet át. Több száz boldog, meghitt ember tárta ki csöndben a szívét, és abban a halk zsongásban végig ott lebegett a térben egy tiszteletre méltó élet teljes megbecsülése. Szatmári Gábor pedig egy utolsó Garas Kálmánnak írt levéllel búcsúzott. Elmentél, tanár úr, bár mondhatnám ezt szebben, választékosabban is, befejezted földi pályafutásodat, megtértél őseidhez, visszaadtad lelkedet a teremtőnek, örök álomra szenderültél, és az általad is olyannyira szeretett magyar nyelv, még vagy százféleképp ki tudja ezt fejezni. De nem, te elmentél, mert te mindig mentél. Mentél persze az élet rögös országútján is, de közben folyamatosan róttad Cegléd utcáit, és tapostad a gerjepart füvét. Szatmári Gábor felidézte találkozásaikat, beszélgetéseiket, a néhány percbe sűrített tanórákat. Igazi tanár úr voltál. Én is rendszerint így szólítottalak, csak egészen ritkán Kálmánnak. Igen,
tanár úr voltál nekem is, pedig engem sohasem tanítottál iskolában, lévén a te aktív pedagógus idődben még nem éltem Cegléden, de szinte minden találkozásunk fölért egy sűrített tanórával. Hol magyar, hol francia órát tartottál, némi földrajzzal fűszerezve, hisz sétáid úti célja nem egyszer maga a Szajnapart vagy a Loire-völgy volt. Mert te abba a kis csörgedező, pocsolyás, néha bizony kicsit büdös gerjénkbe is beleláttad, beleérezted a legendás francia folyókat, és ott a gerjeparton elmélkedtél jókat a francia kultúra nagyszerűségén. A búcsúztatás után a református öregtemetőben kísérték utolsó útjára családtagjai, volt tanítványai, kollégái, tisztelői Garas Kálmánt. Garas Kálmán 85 éves volt. Januártól újabb mozgóképes kérdésekkel bővül a járművezetők elméleti vizsgája. Még mindig két ilyen típusú kérdésre kell válaszolniuk a vizsgázóknak, de több szituációs feladat közül választ a rendszer. Az oktatók szerint hasznosak a mozgóképes kérdések, mert sokkal gyakorlatiasabbak, jobban felkészíti a tanulókat a valós forgalmi helyzetekre. Minden kérdésnél 10 másodpercig látható az adott közlekedési szituáció. Ennél a feladatnál például arra kell válaszolni, megelőzhetjük-e az előttünk haladó gépkocsit. Már 2 éve mozgóképes szituációkkal is vizsgáznak a tanulók a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgán. Ennek az a lényege, hogy a tanulók mozgás közben, haladás közben figyeljék a táblákat, a közúti jelzéseket, és ezt menet közben ki tudják értékelni, és amikor az adott szituációhoz érkeznek, már kialakult megoldás van a fejükben. A vizsgázóknak 1 perc áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a mozgóképes kérdésre. A számítógépes grafikát alkalmazó feladatok száma bővült ez év elejétől, vagyis a rendszerben több forgalmi helyzet szimulálása található. Januártól bővült a kérdésbankban fellelhető kérdések száma. A vizsgán továbbra is 2 kérdésre kell választ adni. Az egyik egy forgalmi szituációs helyzet, amikor a kereszteződésben az áthaladási sorrendet, vagy esetleg egy rendőri karjelzésnél a továbbhaladás lehetőségét kell megválaszolni. A másik kérdésben pedig például megállással vagy sebességkorlátozással kapcsolatos kérdésre kell válaszolni. A mozgóképes feladatok gyakorlatiasabbak, mondta Morvainé Csala Edit. Nagyon jónak tartjuk, mert már felkészülnek arra, hogy vezetés közben nagyon fontos a táblák megfigyelése, a közlekedési partnerek jelzéseit, mozgását figyelve könnyebben megoldják az adott helyzeteket. A mozgóképes feladatok adatbankjának bővülése mellett egyéb változások is lesznek idén. Kormányhatározat született arról, hogy 2018. július 1-től a 20 év alattiaknak az elméleti vizsgadíjat, valamint a tanfolyamdíjat 20 000 forint értékben visszatérítik. Tegnap este a Nemzeti Színházban átadták az év sportolója díjakat. Az előzetes szakmai szavazás alapján a legjobb 3 között várta az eredményhirdetést a ceglédi atléta Velkei Ádám is. Kategóriájában azonban végül Osvágy Rihárd kerekesszékes vívót jutalmazták. Ádám teljesítménye alapján méltán van ott azonban a legjobbak között, és vehette volna át a díjat. A szervát ültetettek világbajnokságán, Malagában 3 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot begyűjtött cegrédi atléta. A 3 aranyból 2 világcsúccsal nyert meg. A 100 méteres síkfutásban egy 30, 200 méteren pedig egy 20 évvel ezelőtt futott világrekordot adott át a múltnak. A többszörös darts bajnok Bezzeg Nándor volt a gimnázium vendége, a majd 2 éve működő darts klubhoz egyre többen csatlakoznak, és nem csak az iskola tanulói. A sportág szerelmeseinek most lehetősége volt a profi versenyzőtől, Bezzeg Nándortól kérdezni és tanulni. A város darts kedvelői töltötték meg tegnap a gimnázium klub helyiségét. Sokan kíváncsiak voltak Bezzeg Nándorra, aki Magyarország első profi darts játékosa és többszörös bajnoka. Nagyon örültem, hogy újra itt lehetek, és aminek igazán örülök, hogy úgy látom meg 3-szorozott, 4-szorozott a látogatók létszáma, úgyhogy ez külön öröm számomra. Ennyire nagyon népszerű lett a darts itt Cegléden, Lacinak köszönhetően, úgyhogy további sok sikert kívánok nekik. Bezzeg Nándor nemrég egy darts akadémiát indított, melynek Facebook oldalán sok hasznos tippet és tanácsot találnak a játék szerelmesei. De arról is beszélt, hogy a darts technikájának elsajátítása egyénfüggő. Van, akinek több, van, akinek kevesebb időbe telik.
Természetesen itt is van egy alapmetodika, ki kell fejleszteni az ez irányú motorikus képességeket, úgyhogy vannak itt is szakmai alapok, amik nélkülözhetetlen, és annélkül nincs tovább, tehát nagyon gyorsan véget érhet egy pályafutás. A DASZ bajnokot Tábori László kérdezte a sportág világáról és eredményeiről. És látjuk így a pólódat, ugye, hogy mióta van szerződés az Unicornnal, és pontosan mit akar már ami nyilvános ebben a Unicornos szerződésben. Igen. 2011 óta van áll fönn a kapcsolat és a szerződés. Hát valójában ez annyira anyagilag nem súlyos a dolog. Az, hogy mennyire súlyos, mennyire nem, az való már nem beszélgetünk. Tehát nem fociról van szó. Nem fociról beszélgetünk. A Unicornnak én vagyok a kelet-európai játékosa, illetve én voltam az első, mert most már van egy lengyel játékos is. A gimnáziumban egyébként majd 2 éve működik a darts klub, mondta a szervező pedagógus. Tavaly csináltuk az első teljesen amatőr bajnokságunkat, ott 17-en vettek részt, és hát azóta észrevehető, hogy egyre többen kezdenek el járni. Most azt lehet mondani, hogy 10-12-en járnak majd úgy rendszeresebben, és hát tényleg az hozza össze az embereket, hogy itt szeretünk dartsozni többen is Cegléden, és hát reméljük itt a gimnázium klubjában az jó helyszín lesz itt. Februárban ismét szeretnének egy amatőr darts bajnokságot szervezni, utána pedig 2 havonta rendszeresen, mondta Tábori László. Mától drágában tankolhatunk, bruttó 2 forinttal emelkedett ugyanis a benzinára, a gázolajé viszont nem változott. Az emeléssel a benzin literjéért átlagosan 362 forintot fizetünk, a gázolajért pedig 373-at. A benzinára egyébként legutóbb január 5-én változott, akkor szintén 2 forinttal lett drágább, a gázolajé pedig 4-jel. Érdemes már most előfoglalni a nyári utazásokra, hiszen így nagyobb a választék a szállások és az utazási módok között, mondta az egyik ceglédi utazási iroda vezetője. Ráadásul idén mintegy 20 000 forint befizetésével már le lehet foglalni a több 100 000 forintos utakat is. A hideg időben sokan szeretnének télből a nyárba menni, de ezek az utak általában nagyon drágák, mondta az egyik helyi utazási iroda vezetője. Ebben az időszakban a legfelkapottabb úti célok a karneváloknak otthont adó helyek, vagy a síparadicsomok. Ha pedig már a nyárban gondolkozunk, érdemes már most utazást foglalnunk. Szerencsére most úgy tűnik, hogy egyre többen tudnak erről az előfoglalási kedvezményről, aminek több előnye van. Egyrészt sokkal nagyobb a választék, tehát akár szállásba, akár utazási módba, vagy most busszal megyek egyénileg, vagy repülővel. Arról nem is beszélve, hogy az előfoglalási kedvezmény az mindig nagyobb, mint egy esetleges last minute út. És hát last minute-ben az van, ami megmaradt, mert vagy nagyon rossz minőségű, vagy nagyon drága volt, és nem vette meg senki. A görögországi utak közül már nagyon sok betelt, de közkedvelt még Olaszország, Horvátország, Spanyolország, Portugália és Bulgária is. Sokan mennek Görögországba busszal, főleg a családosok, mert a repülőtéri illeték egy 4 fős család esetében 100 000 fölött van, és hát abból meg már tudja az életet ott finanszírozni. Aztán sokan vágnak bele egyénileg, most nekünk sok olyan foglalásunk van, hogy több család összeáll, és 8-an, 10-en, 12-en mennek, és akkor az úton is tudják egymást segíteni. Az idei év újdonságot is rejt magában az utazni vágyóknak. 2018-ban mintegy 20 000 forint befizetésével le lehet foglalni egy több 100 000 forintos nyári utazást, mondta Bühel Katalin. A hátralék kifizetése változó, valamelyik útnál március 31-ig, de akad olyan út is, melynél az indulás előtt 35 nappal kell befizetni a fennmaradó összeget. Kedves nézők, híradónk végén ajánlom figyelmükbe adásunk további részét is, hiszen a híradó után a Hová tűnt Mocsári Örnagy című dokumentumfilmet láthatják, majd egy televíziónk által készített interjút, amelyben a film ceglédi vonatkozásáról is hallhatnak. Ezzel az összeállításról emlékezünk a Doni tragédia 75. évfordulójára. Ezek voltak tehát friss híreink, friss híradóval legközelebb hétfőn jelentkezünk. Jó pihenést, szép hétvégét, viszontlátásra!